Sziasztok! Ebben a pár másodpercben szeretnék megmutatni egy új taget. Nem tudom pontosan mikor került a játékba, de nem olyan rég, úgyhogy szerintem nem sokan ismeritek. Konkrétan arról van szó, hogy játékos fejekre lehet szemüveget rakni, van egy ilyen tag. És ez természetesen kifejezetten játékos fejeknél működik. Előre beírtam a parancsai részét, tehát így lehet így a játékos fejet adni, give, school, 1, 3, igen. Jó, ezt szerintem ismeritek. És akkor beírom így, hogy school owner. Owner. Akkor annak a játékosnak a fejét adja. Tehát most egy csabos a fejed. És én szeretném, hogy legyen rajta szemüveg. Ja, nagy G-vel. Glasses. És akkor igaz, hamis. True, false, 1 vagy 0. Hát alapból nincs rajtam szemüveg, úgyhogy egyet írok. Done. Lefuttatom. És ott van. Itt leraktam előre egy csabos a fejet, összehasonlítás képen, tehát ott van rajta a szemüveg. Jó. Akkor... A másik, amit akarok mutatni, hogy ha nullát írok... De úgy, hogy már van a játékoson eleve szemüveg. Tehát ugye például Kennynek van szemüvege, de én úgy kérem, hogy ne legyen rajta szemüveg, ezt is meg lehet csinálni. Hehe, gyönyörű. Sziasztok! Ebben a videóban egy programot fogok mutatni, amit egy csoporttársammal csináltam a suliba az egyik órára. De még eddig nem osztottam meg. Most úgy döntöttem, hogy mégis, hát ha hasznát veszitek. Az lenne, hogy fokoló, és azt tudja, hogy kiszámolja a véralkohol szintet. Megadjuk, hogy mit, mikor, nem, de mit, mikor és mennyit ittunk, és abba kiszámolja. Először úgy kezdődik, hogy be kell jelentkezni. Ez nem olyan regisztráció, egy kicsit buta elnevezés, inkább bejelentkezés, tehát létrehoz egy fiókot, de ezt a gépen a program mellé. Létrehoz egy fájlt, és ebben ment el mindent. Ha újat akarunk létrehozni, bepipeljük a regisztrálást, és kitöltjük a mezőket, mindegyiket ki kell tölteni. A súly meg a nem az fontos a véralkohol szint szempontjából befolyásolja. Jó, már van egy csabos a fiók jelszó, az nincs, belépés. Oké, akkor itt ezen a részen, sajnos nincs kiírva, a méréseket listázza ki, vagy a bulikat. Ez csak egy próba, nem igazi, tehát... Ez nem igazi. Ha rákattintunk, akkor alulra pedig annak a tulajdonságait, vagy eredményeit. Ebben a téglalapban itt, hogy mikor, mennyit ittunk, meg miből. Majd mutatok egy normálisat, az egyes lenne az italnak a neve. Csak hát ez egy teszt volt. És akkor mikor volt a bulinak a dátuma, mikor ittunk. Mennyi volt a legmagasabb véralkohol szint, az mikor volt, és hogy mennyi a kiózanodás. Az utolsó hívás után. Hol is kezdjem? Van itt egy adatok gomb, módosítani lehet. Jó, most kiderült a súlyom. Mondjuk ez is csak egy ilyen körülbelül, nem tudom pontosan. Meg az is, hogy férfi vagyok. Jelszót is lehet módosítani. Van egy italok ablak. Ez azért hasznos, mert teszem azt, valaki valamilyen sört szokott mindig inni, akkor itt el tudja menteni, és nem kell újra bepipálni mérésnél, majd látni fogjátok. Például legyen sör, hány százalék? 4%-os sör, hozzáad sör, 4%. És akkor adhatok még hozzá bort, mennyi szokott lenni? Nagyon ilyen 10%-os bor, nem vagyok nagy pies. Pálinka. Na, valami normálisabb pálinkát, ilyen 65 fokosat. De nem muszáj így inni, tehát lehet márka szerint, de most nem fogok semmit reklámozni. Azért jó. Oké, mentés. Akkor felvettem így italokat, és egy új mérést nyomok, itt oldalt. Ide lehet írni a címet. Ha nem írunk semmit, akkor a buli dátuma lesz. Itt lehet dátumot állítani, jó lesz a mai. De legyen valami neve, mondjuk ez a kreatív teszt. Oké, aztán alatta pedig az ívásokat kell fölvenni. Igen, most látom, hogy elég kevés infót írtam ki, jó, hogy van ilyen bemutató videó. Na, hogy mit, mikor ittam, mondjuk egy órakor ittam,
És akkor itt a listán megjelennek sör, bor, pálinka, amiket az előbb felvettem. Nem kötelező ezeket használni, tehát mondhatom azt, hogy én tényleg nem akarok nevet írni, azért gondolkodom ennyire. Jó, akkor ittam olyan sört, sör kettőt ittam, ami 10%-os, csak így, ja, mennyiséget is ki kell tölteni. 2 deci, hát ez nem sok, olyan 5 deci, egy korsóval ittam. Aha. Nem, most csak arra gondolok, hogyha így sört írok, hogy 10%. Átír a 4%-ra. Jó, oké. Már rég volt, már én sem emlékszem mindenre. Igen. Tehát írtam egy órakor egy sör kettőt, ami 10%-os, meg egy sört, ami 4%-os. Igen, hogyha itt kattintok, akkor át lehet írni az értékeket, itt vagy módosít, mondjuk, hoppá, ez nem is 10 volt, hanem 15, módosít, és akkor mostanában 15% a sör kettő. Ezek föl vannak véve, hát most kipróbálom, átírom 7-re. Sör, akkor 7. És itt a listából választom ki, akkor 4, aha. Cseles, oké. Tehát itt a listából itt azt adja ki, ezt nem módosítja. A pálinka 65%-os lesz, de ha fölveszem, utána még módosíthatom másra. Oké, van itt egy ilyen jelölő négyzet, hogy hozzá, hogy fölveszem, hogyha ilyen nincs még. Például sör kettőnél lehetett volna. De csináljunk egy pálinka kettőt. Ittam egy olcsó pálinkát, de ne ugyanakkor már. 4 órakor, pár órával később ittam, ami 15%-os volt, oké, ez ilyen olcsó pálinka volt. Hozzáadjuk. És akkor mostantól ott van a pálinka 2 is a listában. Jó. Szép grafikon lesz. Úgyis grafikont is rajzol. Jó. Leokézzük. Ott van a teszt. Itt van, hogy mit, mikor ittam, tehát így szebb, mint így, csak itt számok vannak. Ittam 5 deci sör kettőt, 5 deci sört, 5 deci, Jézusom, tényleg 5-öt vettem föl, nem baj, 15%-ot írtam. És akkor 2,13 ezrelék volt a legmagasabb alkoholszint, méghozzá 4 órakor, hát nem meglepő, amikor megittam. Igen, a felszívódás az nincsen benne, tehát ez nem egy hiper-szuper program, egy egyszerű, de buli program. Mert ugye nem azonnal ekkora az alkoholszint, amikor megiszom, hanem van egy kis idő. És akkor várható kihozanodás 14 órával. Igen, ez azt számolja, hogy amíg nulla szintre megy, de hát ez nem azt jelenti, hogy mit tudom én, 13 órával utána is még járni sem bírok. És akkor egy kis értékelés így a legmagasabb szinten, ez már részegségi állapot. A viselkedés erőszakosabb lesz, stb. Egy rövid értékelés. Jó, a grafikon az meg így néz ki. Itt ittunk egykor, akkor szépen elkezdett csökkenni. Ez a csökkenésnek az üteme, ez ugye abból jön, hogy mekkora súlyunk, meg mi a nemünk. Férfi vagy nő. Aztán 4 órakor is volt egy, és akkor szépen lassan csökken. Jó. Az utolsó tab az igazából csak poén. Jósol, hogy nagyjából milyen lehet a látásunk, de hát ezt nem lehet kiszámolni. Ilyen. Ugye egy kép van így eltolva. És nagyjából ennyi. Mindent automatikusan ment, tehát hogyha most kijelentkezek, és mondjuk bejelentkezek, mondjuk így nem lesz látványos, de valójában frissült a felület. Törölhetek. Biztos akarok törölni? Igen, nem kell az a teszt. Ez a teszt kell. Jó, és nagyjából ennyi. Ja, vissza az italokhoz, még azt megmutattam, hogy itt a pálinka 2, ha ez nem tetszik, akkor módosíthatom. Mert valójában ez a pálinka 22 módosít. Meg a 100%-ot is módosíthatom. És ennyi. Szóval csak buli az egész, de... nem is tudom, mire lehet ezt használni. Tényleg kitaláltunk ilyen hülyeségeket, hogy mondjuk... előveszi az ember, megnézi, hogy mekkora lenne a véralkoholszint, hogy kocsiba ülhet-e. Mondjuk ez tényleg hasznos lenne rá, vagy beépíteni egy ilyen funkciót, hogyha mondjuk beírtam ezt, és akkor ez nagyon magas lett volna, de ez úgy tűnik még nem olyan magas, hogy tényleg életveszélyes állapot, akkor automatikusan hívja a mentőt, meg ilyen hülyeséget.
Jó szórakozást a programhoz. A kézikönyv óvjon.